drót. Remek lövés volt, és nagyon szépen védett Octavian. Egy a drót volt az, aki a kinti mérkőzésen is betalált. És talán nyugodtan mondhatjuk ugye drótról, hogy a magyar csapat egyik kulcsjátékosáról beszélünk. Megzavarodtak közben a románok, itt van még egyszer Octavian védése. Játékvezető megbeszélte ott némettel, hogy mit is kéne, ott a gól! Gyönyörű gól! Ez egy csodálatos magyar figura volt. Harnis Ákos! Hát ez csodálatos volt. Olyan sport, hogy bármelyik pillanatban lehet gólt szerezni kis túlzással. De minél többet mi szerezzünk ebből, nem sokkal ment mellé. És ez így a miénk, hiába volt a bravúros mozdulat Matej Krisztiántól. Hát a másik oldalra drót. Drót elmegy. Harnis drót kapja a labdát! És Octavian véd egy hatalmasat. Megvan a szerzett labda, sőt! Ó, ki kellett volna oda oldalra tenni, nem? Ez is jó még, és nincsen bent. Közben mi folyamatosan cserélünk, itt van még egyszer. Villám gyorsan megindul középre, drótban akad el a labda, drót megpróbálja megszerezni, és egy újabb Octavian védés. Esetleg szabálytalankodtak vele szemben, de szép lövés volt kapásból, megint csak drót Zoltán. Ej, sajnos egyenlítenek Matej Florin góljával, 1-1. Lassan el lehet lőni, és Octavian védett, megint Rábl lövését fogta. Labdaszerzés, drót, bepasszolja középre, itt a gólhelyzet, és nincs benn. A lábas, és neki a legjobb. Drót közben, kapufa! A magyar csapat első faltja a második fél időben, és itt láthattuk még egyszer ezt a hatalmas kapufát. Drótot keresi a labdával, drót gyönyörűen veszi le, drót gólhelyzetben! Oktános. Még egyszer a drótféle fantasztikus megmozdulás. Valószínűleg az, hogy hova rúgja talán. Érzem, hogy kihagyja. Florin, és berúgja. És akkor most mehet, drót maradott a labdával. Hűj, megpattant egy román játékoson, nem sok híja volt a gólnak. Ó, nem sok híja volt, hosszú. Dát, ez is jó még, csak éppen bent Lupunak adtuk a labdát. Octavian, és így a miénk. Pont középre ütötte ki. Drót van kint a bal oldalon, és van ember a hosszún. És gól! Egyenlít a magyar válogatott. Hosszú Ádám, 2-2. Jókor jött a gól. Ugye megpróbálta ellőni, és annyi mázlink volt, hogy Aljoani lábáról odapattant, és hát önfeláldozó módon bevetődött ott Hosszú Ádám a hosszú oldalon stílszerűen. Florin ellövi, és mellé! Ez az! Hát csak sikerült meg zavarni a Tóth Gyulának ezzel a kimegyek, bemegyekkel Matej Florint, úgyhogy marad a 2-2. Aljoani, baj van, üres a kapu! És ez hihetetlen. Florin a harmadik gólját lövi. Krisztián fölé lövi. Jól van, a második kisbüntetőt ússza meg a magyar csapat. Drót, gól! 3-3! Drót elvállalta, és ezt csak nézte Octavian. Ez az! Na, megvan a harmadik. Hát ebben még. Ó, Istenem. Elejétől fogja. Jaj, de jó. Hát ez most úgy kellett, mint egy falackenyér. Rábl, és egy óriásit véd megint Octavian lábbal. 2-15 van még hátra. Ollen Dávid. Drót. Gondolj, kijön a kapufáról. Hát ez hihetetlen. Leteszi drótnak a labdát. Még 6 másodperc van hátra, és hiába sprintel érte Florin, kimegy a labda. 3 másodperc, és ha így marad, jönnek a büntetők. Akkor bízhatunk Tóth Gyulában. Akkor bízhatunk Tóth Gyulában, ilyen. Jön majd az 5-5 büntető első körben. Öreg Laki ellövi messzire. Gól! 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 Gól, Zoli! Vajon bent van-e, megadják-e?
Bent van mindenki! Vajon megadják ez itt a kérdés? Én szerintem ez bent volt. Igen. Igen. Mondd, ha nem. Nézd a játékvezetőket. Úgy látom, hogy igen. Úgy látod, igen. Hát akkor az utolsó utáni pillanatban megverjük Romániát. Drót Zoltán megcsúsztatott még egy előre ívelt labdát. És itt a mérkőzés, és kint vagyunk az EB-n. Hát ez valami elképesztő. Hát ez valami hihetetlen. Előre rakja öreg Laki, ott mutatja Drót, kéri a labdát. Jön az a labda, ott a fejes, és ott a gól. Hát így kell megverni Romániát. Ezért extra klasszis a Drót, mert a legnehezebb pillanatokban is képes hozni magát. Hát ez hihetetlen. És ez a közönség meg is érdemli, akik itt voltak most a Főnix csarnokban. Így van, bizony. Képernyők előtt is. Meg ezek a fiúk is megérdemlik, meg a magyar futszal is megérdemli, hogy ott legyünk az Európa-bajnokságon. Hát amit itt Drót csinált a hosszabbításban, az valami egészen fantasztikus volt, de ne csak őt mondjuk, hanem az egész magyar csapatot. Micsoda ünneplés kezdődött itt. Hát ez hihetetlen. A mérkőzés hőse, Drót Zoltán. Próbáljuk majd természetesen megszólaltatni, de szerintem nem tud most semmit mondani. Nem jut eszébe semmi, ha most odadugnánk a mikrofont az orra alá. Hát ilyet, ezt a katarzis tudatos volt egyébként, hogy jelezte Drótzal, hogy hova kéri a labdát. Igen, mert már látta ő is, hogy csak néhány másodperc lehet hátra, és a veszett fejszennyelét megpróbálták, és megragadták. Így van, és több ezer torokból szól most a himnusz. Amelyekért érdemes élni, azt gondolom, amiért érdemes szurkolni, amiért érdemes játszani, amiért érdemes kommentátornak lenni, hát amiért érdemes, mi van pörös a hátam, amiért, és még hossza lehet ezt sorolni. Amiért érdemes meccsre járni. Így van, pontosan. Szépen, hát sokat nem tudunk mi se hozzáfűzni. A csapat a székely himnuszt énekli egyébként. Ez az a pillanat, amikor nem szabad megszólalni, amikor így ünnepel a közönség és egy csapat. Matyi, parancsolj!